Egyre nagyobb problémát jelent Magyarországon a magas vérnyomás. Már fiatalkorban is többen szenvednek a betegségben. A magas vérnyomásnak számos oka lehet. Ha nem kezeljük, többek között értágulatot, szívinfarktust, valamint sztrókot is eredményezhet. A témával kapcsolatban vendégünk a 35 perc stúdiójában a Józsa András Oktatókórház munkatársa, dr. Molnár László belgyógyász. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Nos, hát én azt gondolom, hogy sok helyen hallottunk már arról, amit most itt az imént röviden elmondtam, sok helyen olvastunk róla, és hogyha egészségügyi intézménybe kerülünk, előbb-utóbb valamelyik falon biztos, hogy egy felhívás vagy egy színes plakát a figyelmünkbe ajánlja, hogy figyeljünk magunkra. Így van. Mit jelent az, hogy már fiatal korban is szenvednek ebben a betegségben? Mennyire fiatal korra kell itt gondolni? Hát igazából ma Magyarországon, de szerintem egyébként világviszonylatban is a magas vérnyomás betegség egy vezető diagnosztikus állapotnak tekinthető. Na most az, hogy fiatalkori magas vérnyomás betegség, ez igazából lebújtítva jelenthetné azt, hogy tehát ténylegesen gyerekkorban, serdülőkorban lévő magas vérnyomás betegség, de hát azért nyilván a fiatal életkor, ez nem feltétlen 0-tól 18 életévig tart. Vannak most már érettebb serdülőkorúak, meg vannak nehezen érő fiatal felnőttek is, tehát nyugodtan ki lehet terjeszteni egy akár 30-as életévig történő időintervallumra, és akkor ennek megfelelően viszont változik magának a magas vérnyomás betegségnek az etiológiája. Mert nyilván egy 14 éves korig lévő magas vérnyomás betegségnél mindig keresni kell a magas vérnyomásnak az okát. Az igazából egy jelenség, egy tünet, nevezhetjük így is, aminek a hátterében valamilyen egyéb más ok húzódik meg. 14 és 18 éves kor között már igazából a multifaktoriális tényezők, tehát maga a családból hozott genetika, illetve a környezeti tényezők, amik szerepet kapnak ezen korkép kialakulásában, és 18 éves kor fölött pedig ténylegesen mondhatjuk azt, hogy ez egy primer folyamat, tehát a családi anamnézis, a környezeti ágensek, amik ugye szerepet kaphatnak, de nyilván a szekunder okot, tehát a másodlagos tényezőket mindig keresni kell, nem mondhatunk ki egy primer hipertóniát, csak úgy diagnosztikus kritériumok nélkül. Akinél diagnosztizálják ezt a tünetet, ott van esély rá, hogy ezt véglegesen el lehet tüntetni a páciens életéből? Mármint magát a hipertóniát. Így van. Hát igazából, hogyha egyszer valaki magas vérnyomás diagnózisát kapja, mint egy BNO kód által is alátámasztott diagnózis, onnantól kezdve igazából az általában az életét végig fogja kísérni annak szövődményével. Nyilván, hogyha miről beszéltem már, a fiatalkorban jelentkező másodlagos hipertóniás beteg, akinek a hátterében, a korkép hátterében valamilyen endokrinológiai ok, vagy éppen valamilyen alvási apnoé szindróma, vagy egyéb más korkép áll, ott az oknak a kezelésével akár el is tüntethető az életében maga a magas vérnyomás, mint betegség, de azért nyilván az egy dolog, hogy a szekunder okot kezeljük, és ezáltal a magas vérnyomás betegség eltűnik, de ettől függetlenül az életkor előrehaladtával nála is kialakult egy úgynevezett eszenciális, tehát primer hipertónia, ami már entitásában különböző a gyerekkorában diagnosztizált korképtől. Milyen prevenciókra hívnál fel a figyelmet? Hát igazából pont ez az a betegség, aminek a primer típusa megelőzhető lenne. Tehát itt, mint amit egyébként a média egyre inkább mond, és ennek most már jogalapja is van, tehát a mediterrán típusú diétának a folytatása, hal, zöldség, gyümölcs, bőséges fogyasztása, rendszeres testedzés, testsúlycsökkentés, sószegény diéta, ezek mind-mind olyan tényezők, amivel ez a korkép elkerülhető, vagy maga a korképnek a megjelenése elnyújthatóvá válik. Arra hajlamos egyénben nyilván kialakulhat valamikor az életkör előrehatával, de ez megelőzhető ezen szabályoknak a betartásával. És ha már valakinél diagnosztizálták a magas vérnyomást, annak tényét, ha alkalmazza mindezt, amiről ön most beszélt, tehát nyilván, ha elkezd szedni egy gyógyszert a páciens, akkor ott azért kontrollvizsgálatok zajlanak, és mi tud változni?
Tehát a magyar betegség kultúra az nagyon szereti azt, hogyha van egy diagnózis, arra ő kap valamilyen kezelést, és az általában valamilyen gyógyszer formájában történik. Nagyon kevés kivétel van. Én a magas vérnyomás szakrendelést rendelem, és minden egyes új páciensnél az elsőleges tanácsom az említett étrendi tanácsok, életmódbeli tényezőknek a elsajátítása, és úgy érzem, hogy ez nem mindig talál célt az adott betegben. Tehát el kell kezdeni őt gyógyszeresen kezelni. És onnantól kezdve, hogyha ő erről az életmódbeli tényezőről, mint rizikótényezőről nem mond, onnantól kezdve egy szem gyógyszerből lesz két szem gyógyszer, majd abból három, majd négy, és nyilván csak nő a súly, nőnek a rizikófaktorok az életkor előttával, és nem, hogy minimalizálni tudjuk a gyógyszereknek a számát, hanem egyszerűen kimerítjük a gyógyszeres terápiának a tárházát. Ha egy kicsit kitekintünk Magyarországról, akkor melyek azok az országok, ahol mondjuk váltottak szemléletet, vagy eleve másképp figyelték ezeket a területeket, és mondjuk valóban megoldható ott azokon a helyeken, hogy a gyógyszer mennyiségét lecsökkentik? Hát az az igazság, hogy magának a hipertóniának is, mint magas vérnyomásnak ugye van egy területi eloszlása, tehát vannak hajlamosabb rasszok, ahol ez nagyobb arányban jelenik meg, így például az afrikai populációban szignifikánsan gyakoribb ennek a korképnek a megjelenése, mint mondjuk a kaukázusi populációban, de azért nem nyilván, nem véletlenül mondjuk azt, hogy a mediterrán típusú diéta a földközi tenger partvidékén élő lakosságban, ahol olívaolajjal főznek, és zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, és azért egy általános mindennapi testmozgás, vagy éppen a vele párhuzamosan egybekötött sziasztának a betartása, azért szignifikánsan csökkenti a hipertóniának az előfordulását és a kockázati tényezőket. Tehát ezért mondjuk azt, hogy az életmódbeli tényezőben testmozgás plusz diéta, és ezen belül a mediterrán típusú diéta, ami esetlegesen segítségére lehet magának a betegnek. Tehát így ez a régió, ahol azért jobban odafigyelnek ennek a hipertóniának, mint kórképnek a megelőzésére. Ez mióta tudható egyébként? Hát igazából szerintem ez már régóta tudható. Mert hogy azért olyan nagyon-nagyon régóta, mondjuk most több évtizeddel ezelőtt, nem biztos, hogy olyan súlya kellett erről beszélni. Hát nyilván maga a média, és hogy a célközönséghez eljött az információ, és hogy erre külön felületek vannak, akár az interneten, akár pedig a televízióban, eljuttatja a kisemberhez is az információt, és megtudhatja azt, hogy ténylegesen mi az, hogy életmód, meg mi az, hogy mediterrán diéta. És azért pont ennek a médiának nagyon jó szerepe van abban is, hogy most lehet, hogy divatnak tekintjük azt, hogy ma Magyarországon, illetve a világban az emberek figyelnek az alakjukra, figyelnek egyébként az életmódjukra, de ez egy ösztönző erőleg hat a szomszédra, meg annak a szomszédjára, hogyha ő így él és így csinálja, akkor megerőzhető egy bizonyos betegség, ami az ő élettartalmát is ki tudja nyújtani. Tehát egyrészt a média, másrészt pedig ezáltal az információ áramlás, aminek kulcsfontosságú szerepe van így a 21. században. Hát reméljük, hogy a kedves nézők ezeket az információkat jegyzik meg inkább, de muszáj a beszélgetés végén arról is pár szót ejtenünk, hogy akik viszont nem figyelnek oda, tehát nem úgy alakítják az életüket, hogy hová vezethet az, hogyha valaki vérnyomásbetegséggel, magas vérnyomásbetegséggel küzd, tehát milyen következményei lehetnek? Szerintem ennek a betegségnek el van bagatellizálva a létjogosultsága. Azt gondolják, hogy egy gyógyszernek a bevételével, meg amit az előbb említettem, azoknak a betartásával végül is ő csak egy magas vérnyomás beteg. De ennek nagyon sok szövődménye van. Köztük, ami legfontosabb, hogy kardiovaszkulárisan, tehát szív-érrendszeri vonatkozásában infarktushoz vezethet, szívelégtelenséghez, magának a szívnek a pumpa funkciós zavarát okozhatja. Másodlagosan, bár nagyon triviálisnak tűnik, szemészeti eltérések alakulhatnak ki, ami lehet, hogy ma csak egy szemfenéki eltérés egy fizikális vizsgálattal, de egy év elteltével akár kétoldali látásvesztést okozhat. Neurológiai tünetek, idegrendszeri károsodások, és talán még nagyon fontos magának a vesének a szerepe, mert egy előreadott magas vérnyomás és következményes vesebetegség akár a beteget ágyhoz kötheti, vagy kevésbé rossz esetben két naponta akár vesepótló kezelése is szorulhat, ami az életminőségét jelentős mértékben ronthatja. No, hát akkor itt a beszélgetéssel én azt gondolom, hogy kellőképpen ajánlottuk a kedves nézőknek a szemléletváltást a figyelmükbe. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket az információkat. Köszönöm szépen a meghívást.